engedjétek meg, hogy ez az autó maga mutatkozzon be. Nem kellenek szerintem különösebben szavak hozzá. Ő itt az új M5-ös. Róla lesz ma szó. És azért itt kezdjük ezt a videót, majd mindjárt odébb megyünk, mert egyből az alaphangulatot szeretném azzal megadni, hogy a 6 felmenője közül 4 itt helyezkedik el 6 méteres körzetén belül. És ezzel akarom azt szemléltetni, hogy az elmúlt 40 évben mit jelentett az, hogy M5-ös BMW. Például egy V10-es motort, vagy például egy legendás reklámot, ahol a homokfutót ez az autó tudta csak kamerázni a reklám szerint, mert ennek volt olyan végsebessége. És itt van az új G90-es széria. A videónak az lesz ugye a fő kérdése, hogy méltó-e ez az autó az M5-ös névre. Úgyhogy technikailag mindjárt innen átállunk, szó szerint, és jó a gorcsó alá vesszük az új M5 szedánt. Tartsatok velem! Partnerünk a DKV Mobility, a közúti fizetési megoldások vezető szolgáltatója Európában. Nem tudom, hogy első ránézésre mit gondoltak az M5-ös BMW-ről. Olyan megosztó, mint mondjuk az XM volt, vagy mint az M3? Nekem egyáltalán nem. Szerelmes vagyok ebbe a formába. Imádom. Egy romboló, egy állat, pont az, amit egy M5-ös BMW-től ránézésre vár az ember. Félsz tőle, de közben szerelmes vagy. Stockholm-szindróma. Ha megnézitek az autóorrát, az összes él, az összes vonal ide mutat a légbeömlőkhöz, behúzza az arcát, összeszorítja a fogait, és azt mondja, hogy ide nekem az összes levegőt, hogy etessem a 4,4 literes V8-as biturbót. Nagyon-nagyon BMW, és nagyon-nagyon M5. Ha már ezt a 4,4 literes V8-as biturbót említettem, hozzá kell tennem, hogy ez ugyanaz a motor, ami az előző generációs F90-es BMW M5-ben található. Azonban mára már plug-in hibrid lett az M5, amely 30%-os önsúly növekménnyel járt, mind a mellett, hogy a rendszer teljesítménye a villanymotornak köszönhetően 727 lóerőre emelkedett. Nyomaték 1000 Nm. Nézzétek meg az autónak az arányait, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Azt mondják, hogy amiatt kellett ilyen hosszú gyűrődési zónát, vagyis hosszú motorháztetővel tervezni az új 5-ös BMW-ket, mert az elektromos modelleknél nagyobb gyűrődési zónára van szükség. Az arányait számomra nem bántja. Nekem nagyon tetszik a hosszú motorháztető és a hátsó tengely utáni rövidke túlnyúlás. Mint hogyha a behúzott fenékkel várná, hogy a 0-100-as gyorsulást 3,5 másodperc alatt bármelyik pillanatban el tudja követni alattad. Az 5-ös sorozathoz képest nézzétek meg, hogy a csomagtartó vonalából mennyivel jöttek ki a lökhárítóval, hogy még sportosabb, még buflákabb áll csontja legyen ennek az autónak. 4 darab igazi kipufogó, 2-2-2 oldalt, a tolató lámpa pedig ide középre került. Kicsit ilyen Forma 1-es elrendezésben. Itt hátul egy karbon légterelő, egy kis spoiler. Kell oda, ha már M5, akkor szerintem bőven elbírja, ennél többet viszont nem, mert azért elegancia, sportosság és végtelen teljesítmény, ami ennek az autónak az alapjait adja. Ha már alapról beszélünk, 50,5 millió forint a szedán változat alapára, a Touring verzió pedig 51,3 millió forinton debütál. Nézzétek meg a felniket, illetve a felni mögött elhelyezkedő karbon kerámia féktárcsát, ami egy ekkora tömegű autóhoz, mondjuk, hogy elengedhetetlen. Úgyhogy, ha valaki ilyet vesz, akkor az alapfelszereltségen felül ezt biztos, hogy ajánlatos rákérni. Eddig miről szólt az M5? Eddig egy jól vezethető... Na, Macsek, neked mi a véleményed az új M5-ről? Korábbi generációk arról szóltak, hogy legyen egy olyan sportszedán, amivel egy jót lehet autózni, talán még akár egy pályanapra is ki tudsz vele menni. Nagyon úgy tűnik, hogy ezt újra gondolta a BMW. Arra gondoltak, hogy tegyük bele ezt a plug-in hibrid hajtást, tegyük még sokoldalúbbá az M5-öt, lehet, hogy a tömeget nem fogjuk olyan arányban elrejteni, amennyire korábban el tudtuk, de teszünk egy olyan pluszt a rendszerbe, amivel újra és újra meg tudjuk nyerni a vevőkörünket. Írhatjátok most éppen kommentben azt, hogy ez hülyeség, de nézzétek meg, hogy az elmúlt években hányszor nyúlt mellé a BMW M3 besével, XM-nek a megjelenésével, külsejével, bármiével. Pontosan tudják, hogy kik a vevőik, és pontosan tudják, hogy mit kell a számukra létrehozni. Úgy tűnik, hogy pont ezt.
Az előző M5-ös BMW-ben 625 lóerőt, de még 635 lóerőt is le tudott adni ez a 4,4 literes V8-as biturbo motor. Ehhez képest most lejjebb lett tekerve a teljesítménye 585 lóerőre, ami inkább a csillagos német konkurens márka teljesítmény adata szokott lenni. Nézzétek meg a Mercedes-t, ahol az E53 AMG szintén plug-in hibrid lett, viszont ott a soros 6-hengeres motort ötvözték a plug-in hibrid hajtással, és a bemutatón azt mondták, hogy E63 AMG nem is lesz. Ott nem lesz 8 henger. Itt van 8 henger, plug-in hibrid lett, nehezebb lett, de kitartanak a V8 mellett. Ha törik, ha szakad. Hogy ezt most a piaci igények formálták így, vagy a jogi környezet kívánta meg, hogy most ma igenis zöld rendszámos kell, hogy legyen, és ezt most értelmezzétek Európa szinten, hogy zöldebb kell, hogy legyen, hát akkor legalább itt van. És akkor meg örülni kell. És hozzuk ki belőle, amit lehet. És milyen érdekes, a Mercedes nem jön ki az E63 AMG-vel, csak E53, a BMW bevállalta. Vajon, hogyha sikeres lesz a 8 hengeres plug-in M5, ki fog jönni a Mercedes egy 8 hengeres plug-in E-osztállyal? Ez a piros és fekete kombó együtt engem megőrít, imádom, gyönyörű ez a matt fekete fényezés, és ahogy kinyitod az autót, meglátod a vérvörös belsőt, bele akarsz ugrani, bele, egyé akarsz vele válni, szó szerint, és akkor szépen fogalmaztam. Itt a középső konzol megváltozott, megkapta a legfrissebb BMW-s kialakítást. Ezzel a kis pöcökkel tudod irányba állítani az autót. Nekem a korábbi megoldás egyel jobban tetszett, főleg egy ilyen M-es BMW-nél az ember szeret kapaszkodni, megfogod. Ez meg kicsit olyan uriasra sikeredett. 1000 meg 1000 beállítás, mivel egy plug-in hibridről beszélünk, ezért bővült a vezetési módok tárháza. Itt van az M-hibrid opció, ahol ki tudjuk választani, hogy tisztán elektromosan hibrid módban, vagy pedig a benzinmotorra hagyatkozva akarunk-e haladni. M-mód, Road Sport Track, külön állítható. Megnyomjátok a konfigurálható M1, illetve M2 gombokat. Ó, valaki beindult, mivel megnyomtam az M2-t. Olala! Setup, és a setupon belül pedig nézzétek. Futómű, energia visszanyerés. Az, hogy a DriveLogic-kal tudod állítani, hogy milyen fordulatszámon váltsa el egyébként a 8 fokozatú automata váltót a rendszer. Futómű, kormányzás, fék, MX Drive, hátsó kerékhajtásra is állítható, és az M Sound, amikor kiengeded a 4 kipufogóból a decibelt. Elektromos autó töltéséhez használj te is Volti okos töltőt. Odébb megyek a bociktól, nehogy itt megzavarjam a bioritmust. Ha jó zenét hallgatnak, több tejet adnak. Most ha elkezdem bőgetni az M5-ös BMW-t, akkor nem tudom, hogy ez milyen hatással lesz a tejhozamra. A férfiak tejhozamának jót tesz. Maradjunk annyiban. Mire gondolhat vajon egy potenciális M5 vásárló? Számít őszintén neki, hogy 2,5 tonna az autó, vagy 2? Mire használja? Nyilván a BMW fan az úgy gondol az M5-re, látva a 40 éves múltját az autónak, hogy egy könnyebb, jól kanyarodó, élményvezetésről szóló tárgy. Lehet, hogy napjainkra a vevők már nem így gondolkoznak az autóról. Lehet, hogy sokkal fontosabb, hogy hogy néz ki, és kevésbé számít a kanyar sebessége. Biztos, hogy nincs exakt válasz, hogy igen vagy nem, ilyen is van, vagy olyan is. Akinek túl sok a 2,5 tonna, az nyilván tud másból is válogatni. Már hozzátettük, hogy az E53 AMG 6 hengerrel egyébként kb. Hasonló súlyban van, úgyhogy ez egy ilyen trend, ezt már ugye ismerjük. Balra vagy jobbra vagy balra, erre. Na, miért mozog az én kamerám? Maradjál nyugton, bár legalább a G-erőket érzitek. Hú, bazeg, ennyire? Sokat fogok nyögni valószínűleg, ezt erőre is nézzétek el nekem. Ez nem vicc. 727 lóerő, 1000 Nm nyomaték,
nulláról a 100-at 3,5 másodperc alatt, a 200-at pedig 10,9 másodperc alatt éri el. De jó. Igen. Nagyon jó az oldaltartása az autónak, egész jól el tudja rejteni a 2,5 tonnáját. Észnél kell vele lenni. Nem merném megkeresni, hogy hol van a határa, de azt tudom mondani, hogy nem érződik annyinak, mint amennyi. Ami jó, tehát azért valamit csak tudnak a BMW mérnökök. Természetesen adaptív futómű, természetesen nyomatékvektorálás, minden is benne van az autóban ahhoz, hogy valahogy ezt a súlytöbletet el tudja a vezető elől rejteni. Még egyszer mondom, a határait véletlenül sem szeretném megtalálni, se az úttestnek, se az autónak. A kettő az sok esetben együtt tud járni, ha valaki béna. Úgyhogy... várjunk. Hangja. Már idefele is feltűnt, hogy ennél én nagyobb orgánumot szeretnék abból a 4 darab kipufogóból. Az előző generáció hangosabb volt. Ez mindaddig jelent valakinek problémát, amíg mondjuk egy after sales-es, egy aftermarketos kipufogó rendszert rá nem tesz az autóra. Nekem egy picit csöndes, pedig most igazán kinyitottam rajta mindent, amit lehetett. Én nem tudom, hogy milyen a kép, majd szépen meg lesz vágva, ügyeskedem egyszerűen, ez a hülye. Na, ilyen, amikor az ember egyedül forgat, olyan amilyen, de az élményt azt átadjuk. Ó, Istenem! Ez az autó is olyan, hogy én már csak dísznek vagyok itt. Jelezzem a kormányon keresztül, hogy kávé hova szeretnék kerülni, a többitől megoldja. Lepadlózott, 720 lóerő, 2,5 tonna, megy. Hülye biztos. Hülye biztos. És lehet, hogy a mai világban hülye biztosnak is kell lennie. Méltó-e az M5-ös névre ez az autó? Kapszlokkal, nagybetűvel, homlokomra tetováltatva is. Igen, ez egy M5-ös BMW. Csak változik a világ, és vele együtt változnak ezek az autók is. Nem biztos, hogy autószerelmesnek készülnek. Vagy inkább úgy mondom, hogy már nem csak autószerelmeseknek készülnek, trendeknek, előírásoknak meg kell felelniük. De hála a jó Istennek, ott van benne a 4,4 literes V8-as motor. Mai Istenem! És ott van rajta a karbonkerámia fék. És ott van benne minden, ami ahhoz kell, hogy egy igazi M5 legyen. Én nagyon féltem, láttam, hogy barom jól néz ki, ránézésre már szerelem. Na de hogy milyen vezetni, az egy másik kérdés, és az a helyzet, hogy ezzel az adaptív futóművel nagyon ügyesen el tudták rejteni ezt a tömegnövekményt. Tömegelt az M5, villanyba tömegelt, zabálta a, nem tudom, fehérjét. Ezt a példát végig sem mondom, mert annyi hülyeséget beszéltem már megint. Gábor itt lenne, most rám szólna, hogy mi beszélsz annyit, hagyna abba a videót. Nem tudom befogni a számot, főleg, hogyha valami olyan van a kezeink között, ami tetszik. Itt egy féktáv, megfogja, átteszi. Fú, gyerekek, nagyon megy, nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon jó. Bárcsak ilyenkor nagyobb szókincsem lenne, hogy körbe tudjam azt írni, hogy mennyire jó az autó futóműve, és mennyire jó, hogy nincs rendőr. De hát ugye itt a német autópályán sok mindent lehet, amit otthon nem. Jó. Félve, de ez még lehet, hogy versenypályára is kivihető. Főleg ezzel a karbonkerámia fékszettel. Ez lehet, hogy oda is jó lesz. Azt a minden. Nem összekeverendő M3, M4-gyel, jó? Nem az a kávéház. Ezzel egyszerre kell vonulni, meg egyszerre kell tömegelni, meg sok mindent csinálni. Tehát, hogy azért ez nem egy olyan sportautó, de sportszedánnak, hogy sportszedán, az olyan biztos, hogy, mint hogy nem vagyok szőke kékszemű. Gyerekek, remélem, hogy a hülyeségen kívül valami értelmeset is sikerült átadnom. Még valahol a videó elején, amikor nem kezdtem el vezetni, és öntött el az agyamot a tesztoszteron, meg az adrenalin, meg sok minden. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót.
Nagyon remélem, hogy még otthon Gáborral együtt is lehetőségünk lesz kipróbálni ezt az autót, hogy egy picit részletesebben és mélyebben is fel tudjuk tárni előttetek a csinyát és binyát. Kövessetek minket TikTokon, Instán, Facebookon, LinkedIn-en, Threads-en, ahol igazából kedvetek engedi, lájkoljátok ezt a videót, csillagozzatok, csilingeljetek, de a legfontosabb, hogy legyetek jókedvűek, ahogy mi is, Vinni búcsúzik, szevasztok, aloha!